Számos olyan diák van, akiknek már határozott elképzelése van arról 8. osztály után, hova szeretnének tovább tanulni. Aki középiskola után egyetemi vagy főiskolai diplomát szeretne, a katolikus Keri gimnáziumi képzését is választhatja. Én ide szeretnék jönni a katolikus Keribe, gimnázium osztályra, mert engem jobban érdekelnek a matematika, meg az ilyen érdekesebb tantárgyak, és hát még annyira nem fix, hogy hova megyek tovább tanulni, de hát remélem, hogy majd eldől. Én az ügyintéző ügyviteli szakra szeretnék menni, nagyon sok jó dolgot hallottam a Keri iskoláról is, és a szakról is. Az 5. István katolikus szakgimnázium és gimnáziumban középfokú szakma megszerzésére is van lehetőség, informatikai és közgazdasági szakákban 5 éves képzéseket kínálnak. Amikor érettségit fognak tenni, akkor a 4. év végén leteszik a közismereti tárgyakból, és 5. évben pedig az érettségit a szakmaiból. És a szakmai tárgyi érettségi az emelt szintű érettségének fog számítani, és ez nagyon fontos, mert az egyetemi továbbtanuláshoz a emelt szintű érettségi fontos, és nem kell külön emelt szintű érettségit tennie, hanem neki ez emelt szintű érettségének fog számítani. Az ösztöndíjról kérdeztek, ugye a szülőknek nem mindegy, hogy egy-egy iskola a választásnál egy-egy döntésnél esetlegesen, hogy piacképes tudást kap a diák, és azért a tanévei alatt havi szinten egy bizonyos ösztöndíjba részesül. A nyílt napon nem csak azt mutatták be a leendő 8-osoknak és szüleiknek, milyen az oktatási rendszer az iskolában, de azt is, hogy milyen az intézmény közösségi és diák élete.